Kaposvár elkötelezett az energiafüggetlenség és hatékonyság mellett, ezért is döntött úgy, hogy a faaprítékre alapozva zöld fűtőművet épít. A háború miatt kialakult energiaválság jelentősen, esetenként akár 16-szorosára is növelte országszerte az energia árát. Kaposvár polgármestere Szita Károly elmondta, a város csak idén 1 milliárd forintnyi önerőt költ el energetikai korszerűsítésekre. Az új létesítmény 4,5 milliárd forintos támogatásból készült el. Olcsóbb és klímabarátabb üzemeltetésű lesz, mintha földgázt használna. Tudniuk kell azt is, hogy idén a távfűtés előállításához szükséges gáz vásárlására 2,6 milliárd forintot terveztünk. Zöld fűtőművünkkel a vásárolt földgáz 57%-át ki tudjuk váltani, így költségeink a harmadára fognak csökkenni. Így kedves vezérigazgató úr, mondom az MVM első számú vezetőjének, így kevesebb gázt fogunk vásárolni. Sajnáljuk, de erre készültünk már több esztendeője, ezt el tudjuk érni. Az új fűtőmű 93%-ban megújuló energiát használ fel. Az is cél ugyanis, hogy Kaposvár 2050-re a széndioxid kibocsátását a korábbiakhoz képest 80%-kal mérsékelje. Ez az arány most 56%. Vártam ezt a látogatást. Az Energiaügyi Minisztérium tárcavezető helyettese, Konz Zsófia az ünnepségen gratulálta zöld úton járó Kaposvárnak, és megerősítette. A kormány elkötelezett a rezsicsökkentés megtartása mellett. Az energia helyzetet kiemelve azt kell látni, hogy a háború kitörését követően arra rendkívül rossz válaszokat adott Brüsszel, és egy olyan energiaválság alakult ki, hogy gyakorlatilag megsokszorozódtak az energiaárak. És ebben a helyzetben bizony nagyon fontos az, hogy megtartsuk a rezsivédelmet, ebben azért sok küzdelmet kell véghez vinnünk, hiszen az Európai Bizottság legfrissebb országspecifikus jelentésében ismét megtámadta a rezsivédelem intézményét, és hát nyilván nekünk az a célunk, hogy minden magyar embert és magyar családot tudjunk segíteni. Az ünnepségen egy gomb megnyomásával szimbolikusan is elindították a fűtőművet, amit meg is lehetett tekinteni. Az udvaron pedig több tonna apríték várta, hogy elkezdődjön az energiatermelés.